I'm with the O and the A, ma. I'm with the O, hey, ma. Sziasztok! Te kalandorok! Ez itt a Te kalandor, ahol a mondtunk az, hogy Te kalandra fel. Ez most egy élő adás lesz, ahol a kedvenc számító. A egyik kedvenc játékommal fogunk játszani. A Call of Duty. A Call of Duty World at War. Tudjátok, hogy mennyire szeretem a játékokat? Ebben a streamben ma megtudjuk, hogy mennyire vagyok jó. Te kalandra fel! Isten megbassza! Jó! Ezt a YouTube nem láthatja. Ez a játék, ez egy lövöldözős játék kategóriáját tekintve, ami a háborúban játszódik. Szóval... Ebben a streamben... meg kell nyomni az F-et. És most ezt a részt beveszünk! Gyerünk, fajtársak! Egy kicsit szünetet kell tartanom, mert nekem most ez egy kicsit most, ez kicsit sok volt. Tudom, hogy a folyamatosan tovább azt, a játékot, pillanat, csak el kell mentenem a játékot, de majd folytatjuk ezt a végigjátszást. De a lényeg az, hogy ne tekerjetek, ezt nem akartam. Ne tekerjetek tovább, hanem legyetek, hanem, hogy az a lényeg, hogy ragadjon a vége, és hogy te kalandra fel. Jaj! Valaki elállította a kamerámat. Ajaj, hát ki lehetett az? Biztos egy nagyon rossz buta. Hello. Ez az. Szeretnél mondani egy potilikai viccet? Igen. Kezdte addig én kitalálok egy frappánsat. Figyelj, most itt van a feeling, itt van a kezemben egyébként a sörike. Itt vagyunk ketten flexel a kocsmába. És akkor most olyan, mint hogy neked mesélném ezt a dolgot. Na. Na mondjad, papírsz, na figyelj! Papírsz a talóba azt a poén! Figyelj! Hogyha 99% gyurcsány, akkor ki az 1%? Orbán Viktor! Hát az jó volt, barátom! Várjál! Hogyha, persze, hát ez jó volt. Hogyha... Isten megbassza. Figyelj, ez most egy ilyen frappánsabb humor lesz. Egy ilyen költői kérdéses humor. Hogyha Gyurcsány Ferenc elkúrta, akkor Orbán Viktor mit csinál? Elbassza nagyon! Vagy mi a Ferenc? Szétoszta! Neked mindig igazad van, papikám. Tudom én. Jaj, mert tényleg mindjárt itt a hányok. Elmentem a boltba, mondom én, osztott. Jó bevásárlok otthonra a tesóba, azt mondom én. Elmentem a boltba, megvettem az alapanyagokat. Oly, mondom, hát ilyen kevés alapanyagból, hát itt fizetni fogok egy jó 5000-et, aztán itt nincsen semmi. Azt oda megyek, a kasszáshoz odamentem. Oda mentem, ez ilyet szól, 20 000 forint. 20 000, azt mondja, 20 000 forint. Micsoda? Nézem, hát mondom, mi van? 20 000! Meg vannak ezek borondulva, én mondom neked. Mondom neki, ez is az Orbánnak a hibája, mi? Azt mondja, ja.
Az övé amúgy! Az övé! Hát én megmondtam, papikám, megmondtam, uram, figyelj, én csak megmondtam neked, itt ilyenek voltak. Egy Barning, meg van egy Dancsó Péterünk. Nézzünk bele ebbe a videóba. A mai tudományos ismeretterjesztő videóban 2021 legnagyobb nyári slágereit fogjuk átnyálazni. Olyan napom, hogy 30 lépést tettem meg. Ha mi is egy nap... Ó, Dezső Bence bevágás. Valat ezer... Bejelentette, hogy elkezd edzeni, az nem csinálja. Elkezdődik a testmozgás. Bencús! De miért kóstolja be mindig amúgy a Dezső Bencét, brám? Lehet velük rekeszteni. Oh, de menő! Wow! Ez egy jó kis dal! Épileg is, hangzásvilágilag is, szövegileg is, pontosan ugyanolyan sablonos, mint egy 90-es évekbeli hajzseli reklám. Ez pontosan így van! Dancsó Péter, egyet értek! És... jó, ez jó volt! Ez jó, ezt elismerem, ez jó volt ez a poén, és tetszett is. Gyereke. Nagyon ügyesen megmutatták 6-szor a retro hajzselét. De geci cringe! Ezek azok a klippek, előre látom. Bencének tetszeni fog, jó van? Az a lényeg. Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menj! Na ne! Jaj, értem! Ó, ez jó kis csipkelődés! Dacsó, ez egy jó csúf volt! Ez egy jó csúf! Ez egy nagyon jó csúf! Ezek hülyék! Ez totál hülye! Akarom mondani, ezek hülyék! Geci, milyen fa? Ez jó, ez tetszik. Ez egy nice csúf. Dancsó, barátok leszünk, havim. Ez volt a medence nélküli medencés klip. Vagyis hát volt benne medence, de csak 10 másodpercig, és az is csak akkora volt, hogy 3-an fértek el benne. Ráadásul csak 2 lány jutott erre a sok fiúra, az még segek se voltak mutatva. Hé, hey, ez egy igazi vélemény volt, bazd meg! Én annyira szeretem, mikor el lehet kapni ezeket a Dancsónál. Nyilván, de meg kell keresni egyébként Dogs az értéket ezekben a dolgokban. És én szeretem azt, amikor Dancsónál elkapik ezeket a nagyon-nagyon ritka, őszinte pillanatokat. Hangilag, szövegileg nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik, igen, Bence. Megrámítod a hétköznap, én vagyok én vagyok te, kapj a pöcsümet, te! Na, nézzük akkor ezt. Hogy most bármilyen Minecraftos úton, módon... Én István vagy Csoki, téged meg kell nevettessük. Arancsirke, hújon szépen! Arancsirke, hújon szépen! Szuper! Egyből egy bandibe vágás! Hát Alex, én csinálom neked tovább akkor ezeket. Vendékokkal. És már egyből kettő! De tök jó, hogy belerakja, nem? Attól még szar a videó. Most elkezdtem gondolkozni azon, hogy hogy hívják őt, de hát Alex Sigérnek hívják. Alex az reméljük ő is a barátom lesz. De valaki referál el erre a kommentekben egyébként? De a végén még baszak én is egy overused meme leszek. Nem már! Oh, így akar engem megölni Csigér Alex. Így akar engem legyőzni, hogy egy overused meme leszek. Ne! Meg például ezt. Ez mi az szerinted? Nagyon szép. De nézd meg jobban, mi ez? Jól megnézem. Ez egy fasz! Vicc. Mi van, ha eltűnnek egy... Elütnek. Elütnek egy matematikust. Már nem számít. Ezt tudtam már. És ez a Live on Boris részlet! Ne! Alex! Overused meme leszek! Ne! Nem akarok overused meme lenni! Ne! Ne! Úgy érzem, hogy mögöttem nyílik egy fekete lyuk. Beszippantódok oda. Overused meme fekete lyukba. Egyszer eszek. De nem akartam! No, God, please, no! No! Itt van. Alex, inkább az összes sound effect helyet használj engem, please. Az összes helyet. Ez az office-os sound effect is eléggé outdated, brám. Na várjál, csinálok neked egyet, azt klippeljétek és akkor használhatja Alex, jó? Oh God, please no! Oh God, no! Oh God, please no! Oh God, no! Oh God, please no! Ezt is használtad, Alex. What the fuck? Ez is akkor várjál. What the fuck? What the fuck?
Elmesélek magamról hatalmas nagy triviákat, trivia, effekt dolgokat. Képzeljétek el, hogy szóval én már 20 évesen, mi a faszom, én már általános iskolába dalokat írtam. Azt hiszem, ezt általános iskolába írtuk. Volt egy emo zenekarunk. Lehet, hogy ez már középiskola első volt, tehát ilyen 13-14 évesen. Mikor már nem bírod a kötöttséget, elveszel, elveszek veled, nem találsz ki a sötétségből. Mindig ott leszek, hogy fogjam a két kezed, hirtelen viszont más lett a világ. És az éjszaka, mi az a hely, kérdek én a levegőben, ott van a vérszaga. Látom a fényt az ajtó végén, az ápoló nő, hagyjunk végén, nem akarok megint gyógyszert kapni, kérem, ébresszenek fel. Ott vagyok, ahol ablak nincsen, gumiból a falak, levegő sincsen, nem látok csak sötétséget, nyílik az ajtó, gyűlölöm őket, lett a világ, és az éjszaka. Ez a hely, kérdem én, a levegőben ott van a bérszaga. Ennyi. Ezt írtam ilyen 13-14 évesen. Ennek a dalnak az a címe Edgy Teenager koromban, hogy elmeosztály. Jaj, elfáradtam. Na, ez a két órás stream 3 órás lett. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok emberek. Találkozunk a következő a vlogban, ahol elviszeteteket a KFC-be, ahol meg fogunk enni együtt egy zinger menüt. Nagyon-nagyon epic lesz. Hogyha csatlakoztok a subreddithez, nem tudom, hogy hányan használtok Redditet, akkor ez jó lenne, hogyha csatlakoznátok. Ott van a live-nak a leírásában egy subreddit link. Használjátok azt, légy szíves. Reddit, hogy van? Reddit.com/r/csuk-csuk, azt hiszem.